Elégedetlenségének adott hangot Volodymyr Zelenszkij a vilniuszi NATO csúcs előtt. Az ukrán elnök szerint a katonai szövetségnek konkrét menetrenddel kellene rendelkeznie országa felvételével kapcsolatban, illetve meg kellene határoznia egy időkeretet is. Ezek hiánya bizonytalanságot okoz, ami viszont a gyengeség jele. Úgy tűnik, nincs meg az elhatározás arra, hogy Ukrajnát meghívják a NATO-ba és a szövetség tagjává váljék, írta a Twitteren közzétett határozott hangvételű nyilatkozatában, amit a BBC idézett. Jens Stoltenberg NATO főtitkár szerint Kijev még több katonai segélyre számíthat, valamint arra, hogy az Észak-Atlanti Szövetség enyhíti a formális feltételeket, egy új formátumú együttműködés az úgynevezett NATO-Ukrajna tanács érdekében. Ukrajna sokkal közelebb került a NATO-hoz, ezért úgy gondolom, eljött az ideje, hogy ezt a döntéseink is tükrözzék, tette hozzá a főtitkár a vilniuszi csúcs találkozó előtt. Az Amerikai Egyesült Államok figyelmeztette az orosz hatóságokat a zaporizsai atomerőműben esetleg bekövetkező katasztrófa következményeire, jelentette be hétfőn Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvívője. A jelentés szerint Miller kifejtette, hogy az orosz vezetésnek jól meg kell gondolnia, akar-e nukleáris katasztrófát okozni. Ha ez megtörténik, a nemzetközi közösség mindenképpen felelősségre fogja vonni Oroszországot. Az Egyesült Államok figyelemmel kíséri az események alakulását a zaporizsai atomerőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség számára teljes hozzáférést kell biztosítani az erőmű minden részéhez, hangsúlyozta Matthew Miller. Oroszország kedden, a kora reggeli órákban légicsapást mért Kijevre, közölte az ukrán hadsereg illetékese. Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, az ellenség ebben a hónapban már másodszor támadta Kijevet a levegőből. Az előzetes információk szerint Ukrajna légvédelmi rendszerei lelőtték az oroszok által indított összes iráni gyártmányú Shahed típusú drónt, mielőtt azok elérték volna célpontjukat, tette hozzá Popko. Károkról vagy áldozatokról nem érkezett információ. Az ukrán légierő szerint Kijev felett egy órán át, Ukrajna más keleti vidékein pedig hosszabb ideig volt érvényben a légiriadó. Olekszandr Kamisin, a közelmúltban kinevezett stratégiai ipari miniszter a Bloombergnek adott interjújában kijelentette, hogy ez év júniusában Ukrajna több aknavetőt és tüzérségi lövedéket gyártott, mint a tavalyi év egészében. Kamisin elmondása szerint azért kezdték a tüzérségi és aknavető lövedékek gyártásával, mert ezek fontos szerepet játszanak a harctéren. Ukrajna a Szovjetunió összeomlása után szinte teljesen leállította az e fajta lövedékek gyártását, és a 2022. februári orosz invázió kezdetét követően gyorsan elfogytak a készletek. Ez függővé tette az országot a szövetségesektől. Kamisin megjegyezte, egy szerteágazó védelmi ipart szeretne létrehozni, amely véleménye szerint évtizedek óta a korrupcióról és az eredménytelenségéről híres. A miniszter elmondása szerint hosszú távon vezető fegyvergyártóvá akarja tenni az országot. Július 11-én Kárpátaljára érkezett az első gyermekcsoport Herszon megyéből. Viktor Mikita, a megyei katonai közigazgatás vezetője közleményében kifejtette, hogy délelőtt 104 gyermek érkezett Ungvárra. A fiatalok a Huszti járásban töltenek el egy napot, majd Burgenlandba indulnak tovább pihenni és feltöltődni. A kormányzó és delegációja a közelmúltban Brüsszelbe látogatott, ahol tárgyalásokat folytatta külföldi partnereikkel. Megállapodtak abban is, hogy a Herszon és Zaporizsa megyei gyermekek az Európai Unió országaiba mehetnek pihenni. Viktor Mikita kiemelte, hogy a háború első napjaitól fontos számukra a gyermekek és édesanyák védelme, valamint biztonságos területen való elhelyezése. Köszönöm az államfőnek, partnereinknek a támogatást a nehéz időszakban, a pedagógusoknak a szervezést, a szülőknek a bizalmat. Biztos vagyok benne, hogy ezek az utazások gyermekeink javát szolgálják, mondta Viktor Mikita.